Szép jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok, én Gábor vagyok és a TechBarátot nézitek. Remélem, hogy kellemesen telt mindenkinek a hétvégéje, ugye hát nekem azért a szombati napom az eléggé zsúfolt volt, fogalmazzunk így. Van egy bazin, egy pattanás itt a homlokon, az is nagyon jó. Üdv, köszönjetek a nagy pattanásomnak is. Volt egy ilyen mese annak idején a Mátyás a Manó, nem tudom, az magyar volt-e, vagy valami külföldi, de nagyon béna, azt hiszem az rajzfilm volt, vagy ilyen bábfilm, vagy rajz, vagy báb volt. És volt egy olyan rész, aminek az volt a címe, hogy Mátyás és a pattanása, vagy valami, nem tudom, valami, azt hiszem, valami pattanás volt a nyakán, fején, seggén, nem tudom hol. Na most ez jutott eszembe, hogy te rohadt nagy, mármint ilyen rohadt piros, nagynak nem nagy, csak piros, de mindegy. Hát bocs, hogyha ez így, ez most ilyen feltűnést fog okozni, vagy ez így elviszi majd a sót, igyekszem, hogy a Settlers vigye majd a sót. Szóval a szombati nap az ja, jó mozgalmas volt, mert mi volt? Délelőtt volt programom, mert délelőtt 10:30, akkor délre rohantam ki anyámékhoz egy gyors ebédre, az voltak unokaöcsémék is, meg bátyám, de nem tartottak végül is föl. Aztán egy órára rohanás idő visszahaza, mert drága volt kollégám, illetve a felesége hozta egy nagyon jó, nagyon jól kinéző Redmi Buds 4 Pro volt talán, ami Harry Potter Limited Edition, szóval rohadt jól néz ki, nyilván azért bedugdosni a fülembe én nem dugdostam be, de megfogdostam, nyomkodtam, stb., meg hát ők ugye használták is már, a héten érkezett meg, és már kicsomagolták, nyilván vissza lehetett szépen mindent pakolni, úgyhogy úgy néz ki, mintha én csomagolnám ki elsőként, úgyhogy arról is érkezik majd egy teszt, Harry Potter Limited Edition. Aztán a vágóképeket ugye gyorsan fel kellett vennem, mert 4 órától jött, következett, illetve azt hiszem csúszott talán? Nem csúszott, most erre írtam, nem emlékszem, de azt hiszem, hogy csúszott a G2 játszott az Astralis ellen, ha jól emlékszem, szombaton, és a zombival közvetítettem, ami 4 órás volt, majdnem kereken 4 órás közvetítés, úgyhogy a végén már ilyen, és utána még volt dolgom, úgyhogy hát igazából a szombat az így full, tehát az ilyen fullosan, fingani nem volt kb. Időm, vasárnap meg már úgy, ahogy bocsánat, eltelt, de hát az ott megpróbáltam a szombati napot kipihenni, úgyhogy nekem az egész hétvégem az ilyen, az így, mintha nem is lett volna. De remélem, hogy nektek jobban telt, vízpart mellett, bár az végülis nem volt, rossz idő volt, de lehet, hogy nem. De szombaton volt, hogy esett egy kicsit, de alapvetően azt hiszem nem volt rossz idő se tegnap, tegnap előtt. De mindig szóval remélem, hogy jól telt mindenkinek. Úgyhogy... Hát, ami mondjuk a Forma 1-et illeti, azt végig is örülhetünk neki, hogy Leclerc végre felkerült a dobogóra, ez idén talán először a Ferrari-tól, ez egy hatalmas nagy eredmény, nem mondom, hogy az előlépésnek a bizonyítéka, mert szerintem inkább csak véletlen, de ne így legyen. Minden esetre ott volt a Ferka most már végre a dobogón, meg Leclerc is, úgyhogy nem vezette neki az autóját a falnak, a Sainz is, azt hiszem, ő is beért, igaz, hogy ő ugye nem dobogón, de hát a két csodálatos osztrák istálló versenyzője, hát azok ott voltak az első két helyen, hogy rohadnának, na mindegy. Úgyhogy a hétvégén nagyon más így nem történt, ja, de hát igen, világbajnok lett a magyar vízilabda válogatott, férfiakról van szó, hatalmas nagy taps nekik, GG, meg a női karcsapat is, ha jól tudom, a tegnapi nap folyamán, úgyhogy itt jöttek a világbajnoki címek. Hát most pedig a következő jó pár órában világbajnokhoz miért, na jó, azért nem, Settlers fog következni. És most ugye eldöntöttem azt, hogy beírtam már a... Ja igen, a radar az most nem kell. Szóval, hogy beírtam azt, hogy... Ugye beírtam a rekordot, és ott látjuk, hogy ezzel a banya ellen fogunk, vagy hát csávó, csak nagy haja van. Ja, hogy az egy csávó, csak mögötte valami füst van, nem? Vagy ez egy nő, csak nagy fekete haja van, őszhaja, vagy ez egy kopasz csávó, és mögötte, mert hát igazából mögöttem is ilyen nagy kék valami van, mögötte meg ilyen szürke, bazd meg, ez lehet, hogy ez fickó. Hát én végig nősz hittem. Meg ilyen nagy, hát nem tudom, végül is, fasz tudja. Ja, mindegy, jó. Szóval eldöntöttem azt, hogy hát nem tudom, megpróbálom, speedrunba. Ugye nézegettem ilyen különböző videókat, ez egy videót néztem meg, ami egészen részletesen el... Hát nem elmagyarázta, hanem egy gameplay volt ugye ebből, de nagyon kevés ilyen van ugye fönn a neten, ahol
Ahonnan igazából hogy loptam azért hogy az elmúlt alkalmaknak már a játékait, és végig is a célravezető is volt, mert tök jó volt, mindig volt hadseregem. Kicsit mindig valahol elcsúszott a dolog, tehát vagy nem volt annyi katonám, és várni kellett, hogy fejlődjön a katonaságom, stb. Pedig hát szarrá bányáztam már magam mindenféle színes ércből, meg fémből, tehát ott rahedli szén, vas, arany, minden volt. Nem tudom, hogy esetleg a feldolgozás snál csúszott el a dolog, és több feldolgozó, tehát minél több bányát építek, annál több feldolgozó kell, tehát ez mondjuk nem volt még eddig egyértelmű. Na mindegy. A lényeg az, hogy valahol azért mindig elcsúszott, oké, hogy megnyertem, de talán eléggé hosszan is. Most az lenne a célom, hogy láthatjuk mondjuk azt, hogy most ő itt eléggé erős, tehát hogy nekem van, nem tudom ezek a csíkok mit jelentenek, én ilyen nagyon magason vagyok, de hát azért ő is eléggé, tehát ott van a szeren, tehát mert például a tavalyi, vagy a múlt hetinél, azért az egyik eneminél volt, a kék az ilyen feles, a zöld is talán, meg a piros még leért, tehát volt olyan enemi, ami ilyen nagyon gyenge. Azért mondjuk azt, hogy mivel itt most egy darab enemim van, nyilvánvalóan, hogy ő erősebb is lesz, tehát ő vele meg fog gyűlni valószínűleg a bajom, de hogy valahogy azért próbálnám ezt így rövidre zárni, úgyhogy na mindegy, nézzük meg, hogy. Ez itt például, mert ez tökéletes ide, építhetünk is izért, hatalmas nagy fát. Ja, menjél, mi van? Hűha. Jaj, nem tudok oda... bassza meg. Hajjaj. Ja, így, igen. Oké, azt mondja, hogy oda tudunk építeni. Na igen, mire kőfejtőt építünk, oda az mindenképp kell. Tehát ugye ezek a legfontosabbak, ez így világ... bassza meg. Semmi gond. Meg vagyunk. És itt van a hegység. Na, ott a hegység, mekkora hegység. Beszélj, már oda rakja le azt a kurva. Na jó. Semmi gond. Azt ott el kell foglaljuk. Ajaj. Hogy fogok én oda menni? Így. Na igen, és akkor építeni kell, és hát kéne. Itt az aranyfeldolgozó. De kéne egy vas. Csak az ott el fog itt tűnni. Vagyis nem is. De. Mi? Hogy mi? Ez a vas a picsába. Nem tudom, ez itt hegy amúgy, vagy mindegy, oda küldjük, először küldjük ide.
Víz nincs. Ó, lehet, hogy akkor horgászni nem tudunk. Fúha, nagyon kevés van. Na, hát ez nem elegendő. És kúra messze. Amit találtunk. Van szén! Nagyon jó. Már épül is a szénbánya. Nagy épületnek kéne hely. Úgyhogy erre terjeszkedünk, akkor itt azért lesz nekünk területünk, úgyhogy igen. Viszont ugye a hegyünk az van, hála jó Istennek, neki meg hát ezt eléggé rossz helyre rakta le a tessa, mondjuk ide tud majd terjeszkedni, meg azért itt is kap ebből a hegyből, és fogadjunk, hogy nála lesz majd az arany, tehát biztos én dugig leszek izével, vagy csordultig, vassal meg, jó, szén az már van kettő is, az most nem kell momentán. És most azt fogjuk csinálni, hogy szénből meg vasból, tehát párosával, tehát mondjuk, hogyha lesz kettő szénbányám, meg kettő vasbányám, akkor ahhoz lesz egy vasfeldolgozó, meg toolmaker, meg weaponsmith, meg tehát minden, ami kell. És hogyha ezeknek a bányáknak a többszörösei, vagy kettő-kettő bányának a többszörösei kerülnek le, mert mit tudom én, itt is találok majd rengeteg szenet, meg hát, hogy ideig elérek-e, lehet, nem tudom. Akkor nyilván majd növelem a mennyiségét a feldolgozóknak is, de addig igazából nem láttam túl sok értelmét, most mondjuk majd sem építhetnék a helyzet. És ott nem talált semmit. Hát az unlucky. Szenet, de hát... Legyen még egy szénbányánk. Végül is. Kicsit bővös meg az időt. Nem akadék meg itt semmi. De a barakk az készen van. Ja, igen, közben, aha, várjatok, nyugi. Jó. Ugye ezt át kell állítanunk. Terjeszkedik. Na, nézem, az van. Akkor ide is kiküldünk egy kis csávót. Kis pajtást. Na, mi az?
Ja, jó, nagyon jó, tudunk terjeszkedni. Nagyon nagy. Ugye ide jön a vasfeldolgozó, akkor ide építünk egy... Sőt, ide mindenképp egy izét. Nagy barakkot. Ide kéne építeni a farmot. Kell nekünk, mi kell? Hát dísz, vagy mi ez ma? Hát nem pék, pék kell. És igazából ide rakhatunk izét is. Szerintem. Igen, sok fa van. Mindig ezt beülteti. Jó, egyre neki is csak izéje van. Tehát nincsen... Én sem találtam, az a baj. Letenni, mert ez megint itt van a határomon, és ha épít, mondjuk ide nem tud, talán oda tud valamit építeni, úgyhogy gyorsan ezt itt így elfoglaljuk. Jaj, várjál, azt, ja, hoppá. Biztos. Hova? Oda. Yep.
Hát ide is raktunk egy kis farmot. Legyen még egy plusz egy farm. Jó. És akkor ide meg jön egy... Ugye malom az volt, a Butcher, azt hiszem, hogy a Butcher. Butcher, így van. Jó. És a disznó, a disznó farm az meg ott lesz itt. Így, nagyon jó. 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 Ki kell küldeni a geológust, mert az a baj, hogy hát a szénbányán köz lesz, de még vasat nem találtunk egyelőre. Kéne erre kéne terjeszkednünk. Ide. Ja, itt már végigkopácsolta magát? Ez kurva jó. Hát akkor itt sem volt semmi. Hát hava tudunk bányászni, rohadt jó. Most akkor még ebben bízhatunk, illetve... Hát még ez a része, ez meg lesz valószínű. Ezt gyorsan el kéne foglalni. Arany. Hű, nagyon nagy. De azt nem. Setfő. Hoppa, az meg. Nem baj. Szén van, itt volt az arany. Hát, egy darab bányát tudok ugye ide lerakni. Most kérdés az, hogy itt, hogyha ide esetleg elkezd kopácsolni, akkor... Itt, gyere ide, gyere, úgy, nagyon jó, nagyon, így kicsit még ide, oda, ott mutatom neked, ott állj, most állj meg. Bazd meg, mintha tudná, hogy mit kell csinálni. Yes! Csak vasunk nincs most. Hát is, na, lesz két aranybányánk. Jó. Jó. Hát én nagyon remélem, hogy vas az meg itt lesz majd valahol. Bízom benne. Jó.
ő az most nem kell egyenlőre. Ott a vas, kell a vas. Ezt kell foglalni. Gyorsan épi. Ez mi? Ez barak, ugye? Ez ilyen torony. Bassza meg ezt. Gyerekek, toljátok, toljátok, gyerekek. Csak meg gyorsan, mert neki azt hiszem vasa nincsen, így van. Nincs egy vasa se. Hát lehet, hogy lesz. Kurva életben, és én meg itt vagyok. Jó, de lehet, hogy ott egy üres hegyet fog találni, úgyhogy hát ez még talán nekem mák lehet, mert most, hogyha a vasodat ki tudom bányászni, azt ott, és ez megépül még időben, akkor hát akkor jól fogok állni. Ezt akartam ugye átállítani, hogy nem. Oké, okay. Milyen üzenet jött? Nagyon nagy. Na küldjünk ide egy ezért. Egy kis turkászt. Én szerintem, hogy eddig jól lennünk, nem akarom elkiabálni, de ő ércekben izél. Tehát neki eddig egyedül csak egy szénbányája van. Ugye itt a halvas részen nem fog tudni találni. Itt üres, tehát Max még ebben reménykedett, de itt nem is nagyon keresett. Szerintem ugye talált, tehát az egy szénbányája már van itt. Ugye tovább nem tud terjeszkedni, úgyhogy meg lesz itt lőve. És nekem is gyorsan ezt el kéne itt foglalni, de nem is nagyon építkezik semmit. Úgyhogy... oda építünk még egy aranyat. Aranybányát, nagyon jó.
Szerinted most már nem fogunk. Hát vas lesz. Persze jött van a vas. Kurva élet. Ez farm akar lenni? Ó, bazd meg, ezt meg jó beépítettem, de hülye vagyok. Hát, ennek kéne terület. A rohadt szén. Na mindegy, épül egy vasbánya, az mondjuk oké. És ezt meg kéne védeni. Sőt, ezt tudom is, hogy védem meg.
Nem vészes, de oda kéne akkor egy izé. Szevasz, Alni! Mi újság? Azt a kurva, mennyi katona van! A rohadt! Az igen! Mi a helyzet, hogy telt a hétvégéd, Arnold? Csak egy üzenetre válaszolnom kell. Most még laptopom kihelyezés, megkívánosodott marad a... bazd meg! Az komoly. Akkor egy perces némacsönd Arni laptopjának a kihelyezője miatt, illetve az eltávozása miatt. Ja, most akkor én is betartom, akkor egy perc. Indul.
És letelt. A bírók ugye ilyenkor fütyülnének a sípjukba, hogy mehet tovább a játék. A játék az közben pörgöttem, úgyhogy hát nagyon sajnálom tényleg a én mint IT is, meg mint TechBarát, ugye tényleg, mint hogyha ilyenkor ugye szívemet tépnék ki a helyéről, hogyha ha azt hallom, vagy látom, hogy valaki, vagy illetve valami, egy számítógép megsérül, elromlik egy alkatrész, az nagyon rossz. Valahol ilyenkor a világon egy nyuszi felsír, vagy nem tudom, szokták ezt. Ajaj, ne, ugye nem. Mi a fasz? Haló? Jó. Nem lesz túl biztató. Na mindegy, nem baj, építkezünk, ez most minket nem fog kizökkenteni. Itt továbbra is, itt ott van a sok baszó katonánk, hát akkor ide is lehet, hogy kéne építeni egy ezért baszót, csak nem, nincs. Na építsünk. Na jó, ezt elfoglaltam, de hát ezzel most kúrosokra megyek. Hát mondjuk a haluci van, haluci. Haluci. Ez én vagyok? Nem ez a piros picsába. Na majd két fronton fogunk harcolni. Na, ez most arra fog terjeszkedni, én meg próbálok, hát ebbe az irányba. De megpróbáljuk. Ja, és egy szénbányát be tudunk ide tenni. Már most csak egy szénbányát vette el tőlünk a köcsög. Bassza meg. Hát ez mondjuk ez váratlanul ért ahhoz képest, hogy én úgy terveztem, hogy na majd itt gyors lerohanás fog következni. És az meg azt hiszem, hogy pont egy szénbánya volt, úgyhogy most visszakapta. A rohadék. Csak meg kéne megerősítenem. Na, erjetok? Nem igazán tudom. Hát meg tudnám, mert igazából... szenet találtunk, ez nem jó. Aha, na most megy oda ezért. Jó, innen legalább, aha, ez így jó lesz. Ez jó lesz. Jó, területtel amúgy egész jól állunk, és jól foglaljuk.
Oh, az meg, de szén, az nekem nem kell. De gyógyító. Hát nem tudom, látok, hogy csinálják a számítógépet, itt általában cserélni szokták a kijelzőket, de végül is lehet, hogy a puszi is működik. Nekem 36%-on van a izénk. Jó, mentsünk egyet, és most kicseréljük a katonákat, azt mondja, 4-esre mentek most. És behívjuk. Csinálunk egy ilyen cserét. Esetleg ezt a csücsköt nézzük meg, hogy itt hát van valami vas. Mert azért vas még nem ártana, hogyha így csúrran csöppenne. Ó, bazd meg. Pfff, ezt jól elvált. Na mindegy. Mégis...
Hát, hova? Ott van egy erdő. Van még erdős rész. Kéne meg egy ilyen favágó. Ott itt még szikla, az még bőven van. Azzal nem lesz probléma. Ide kéne erdészt. Meg egy rezidenzt, mert ez most már eléggé messze van ugye a központtól. Jó. Tehát itt nem termelünk semmit. Én most kezdek kopácsolni. Nem lesz ez a gond szerintem, mert még mindig jobban állok izével. Tehát most jó, ő elfoglalta ezt. Most... Na, az meg támadni fog? A kurva anyját, oda néz. Ez nem jó. Támad. Gyerekek, azért mondjuk ez azért védelem volt a javából, és kibaszott sok katonáját veszített el, úgyhogy szerintem itt lenne az idő, hogy hogy visszatámadjunk. Baszó katonákkal, de na várj, ezt most jó át kell gondolni. Azért ez egy maga leverte, ez a kis barakkezi jó bevédte, de hát mennyi? Mennyien jöttek itt emberek? Haló? Na, már ide közben jött Underatta. Mert hogy mit vesztettem? Ja, mert ott... Ja, aha, igen, mert ott építkeznem kéne. Ezt meg elfoglaltam. Na, akkor ide horgászunk. Underattack, nyugi. Jó. Jó.
Mindjárt megnézem, hogy menjen-e a kontra. Mondjuk most tényleg nagyon sokat tanáját elvesztette, úgyhogy mire ezeket pótolja, és én meg azért szerintem jól állok velük. Mindjárt megnézem, hogy 39, hát 7 baszó. Baj. De közben gyártják-e ezért fegyvert, az mondjuk az kurva jó. És már 42%, az is, azt se felejtsük el. Még ezt foglaltam el? Ja, ezt. Jó. Jó, zsír. Itt kéne még most akkor bevédeni egy kicsit, mert... Aha. Csak oda nem tudunk ilyen dupla barakkot tenni a kurva élet, mert ezt a izét nagyobbat. Mindegy, muszáj mennünk előre. Hát azért egészen, na, jó, jó, jól terjeszkedtünk. Mindig jó is, egyenlő mértékben. De nekem jobb, sokkal jobbak. Hát neki, hogyha most megnézzük, azt mondja, hogy van... Pedig megy a kovácsolás, a kurva anyját, ezért talált aranyat. Na, ez a baj. Itt az arany. Viszont, ha ezt itt időben le tudnám... He? Próbáljuk meg elfoglalni, itt kik vannak? Itt van egész jó katona. Jó, mentsünk egyet ide az egyesre. Ne építsen oda semmit. Ez így nem volt jó. Lehet, hogy többet kéne ráküldeni. Megpróbáljuk. Igen, ez itt nekem azért nem tetszik, hogy ide, igen, mert itt ő fog építeni valószínűleg egy aranybányát. Vagy nem tudom, milyen bányát. Lehet, hogy meg kéne várni, hogy miért épít. Ugye, hát én oda tudok építeni. Yep.